az 1945-ös földosztáskor 1156 család igényelt földet. A község 14 ezer kapesztrális volt területét 1864 földtulajdonos használta ezután. 1945 a felszabadulás, igazi sorsforduló lett a szegvári szekény parasztok, napszámosok, kubikosok részére. Saját maguk kezdtek hozzá történelmi formálásához. Hazánkban a hatalom jellege 1948-ban eldőlt. Megteremtettük a proletár diktatúra államrendszerét, a dolgozó népé lett a hatalom. 1948 őszén, amikor a szegvári kubikosok végleg letették a talicskát, ásót, lapátot, 11 földhöz juttatott kubikos család fogott össze a település új falujának lakói, a legszegényebbek. A családok zöme 2-3 gyermeket nevelt, és a 11 közül csak 4-nek volt saját kis háza, földes szobával, kevéske bútorzattal. Maguk se tudják ki, de valaki azt mondta, fogjunk össze, szántsuk, vessük egybe földjeinket. Írást, megegyezést senki sem írt alá, csak neki feküdtek együttesen a munkának. A puszta földön és a kemény élni akaráson kívül mindössze egy pár idagonó jószág és egyetlen tehén segítette az új utakra indult kubikosokat. Nehéz volt az első közös vetés után átterelni ők, nehezen várták a tavaszt. Tavaszvárás közben, 1949. januárjában alakuló közgyűlésen ült össze a 11 család. Megszületett ekkor az első alapszabály, amely szervezetlenül is közös gazdaságot számítottak ezután. Így emlékszik vissza erre az időre Bottyán Sándor bácsi, aki mint a Puskin TSZ elnöke ment nyugdíjba 1978-ban. Utána 1952-ben választottak mint elnökre, ebben az időben olyan 400 földföld javultak gazdaságnak. Ilyen állami tartalék földeket csatoltak hozzá. A tagság volt olyan 70 kerülnyek az időben. Valahogy én TSZ elnök voltam nyugdíjban vonulásig, tehát mindig 25 évig. Ez az időszak elég gyorsan, az elej elég gyorsan érte, mozgalmas volt, nagyon nem sok idő volt mással foglalkozni, és hát az volt a szerencse, hogy azért mindig voltak olyan eltársak, akik segítették munkámat, és így végeredményben azt mondhatom, hogy hosszú időt eltöltöttem, együttműltem a szövetkezettel egészen a 1979. Száma 1357 fő, ebből a dolgozó 632 fő, díjas 633 fő, ebbennek mit számunk 92 fő. Szövetkezetünk összes földterülete 6626 hektár, ebből szántó utakra 0 hektár, rét levelő 962 hektár, és erdő 165 hektár. Főállalati rendszerben útunk fel a termelési szervezetünk, úgy mint növénytermesztés, állattenyésztés, valamint kertészet. A helyen a főállalat mellett
műszaki és építési elmagadatta rendel pedig. A főelmagadatok élén főelmagadatok és helyettesek fogják össze, illetve irányítsák az elmagad munkáját. És az elmagadatokon belül a szakelmagadatok, valamint a kultúra vezetők irányítsák az elmagadatokon belül a munkáját. Növénytermesztési főelmagadatok. Főállagaton belül a következő kultúrákkal foglalkoztunk, az a 1969-as gazdaságban. Talánszos bevonunk volt 1270 hektár, nagyborsot termeltünk a 269 hektár, kenderka 200 hektár, szemeskuporcát 222 hektár, csillagkuporcát 739 hektár és pillanatok tatalmi termeltünk tavar 183 hektáron.
Yeah.